A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. Én azt hiszem, hogy a bőszeles vitorlák evolúciója azért az egy nagy elmaradás, egy nagy tartozása a fejlesztésnek. Ha arra gondolunk, hogy maga a bőszeles vitorla az egy ejtőernyő, amit vízszintesen rakunk a hajó elé, akkor meg kéne néznünk, hogy változott-e az ejtőernyők világa az elmúlt években. És igen, változott, ugye először a kupolával jöttek lefelé a szerencsétlen áldozatok, és ez egyre finomodott, ha ma ránézünk egy ejtőernyőre, az tele van nyílással, és lassabbak, stabilabbak, jobban kezelhetőek. Tulajdonképpen, ami most megjelenik itt a vitorlázásban, az egy vízszintesen tartott, és az aerodinamikai fejlesztések eredményét tükröző vitorla, ahol egy nyíláson keresztül többlet információt, többlet teljesítményt adnak a vitorlának. Miután egy teljesen új technika van, a helyét keresi. Nyilván először a tengeri vitorlázásban jelent meg, hiszen ott a stabilitás, ott a legfontosabb. Gondoljunk arra egy óceáni átkelésnél, hogy éjszaka most levegyük-e a spírt vagy nem, ami egy érzékeny dolog. Az egy nyerő szituáció, nem kell levenni, mert spíbum sincs. És ez aztán egyre, ahogy fejlődik ez a vitorla, egyre inkább alkalmassá válik a tabi vitorlázásra is. A vízkiszorításos túrahajók, amelyek nem képesek siklásba jönni, azoknak van egy maximális sebessége, és ez a testsebesség. Ha egy stabil vitorlád van, és azzal egy testsebességet elérsz, akkor fönt vagy a toppon. Tehát érdekes ennél a vitorlánál, semmilyen más vitorlát nem húzunk fel. 60 foktól 60 fokig gyakorlatilag megvitorlázható, tehát leejtesz 60 fok, éles 60 fokról leejtesz. Hátszélre átteszed a vitorlát, a néhány kötéllel áthúzod a túloldalra, nem söpröd végig a dekket elől, és kényelmesen mész a másik slágon. Egy hete kaptuk meg a vitorlát, azóta kezdtünk vele vitorlázni, a mai hóesésre hagytuk ki, amint látod. Meg kell tanulni a kezelését, teljesen más a filozófiája, mint a szokásos bőszeles vitorláknak. Ugye az, hogy egy ilyen nagyon érdekes zsákból húzzuk ki, aminek az alján egy felfújt gumikarika van, az azt is jelenti, hogy nagyon pontosan kell betáplálni ebbe a csőbe ezt a szárnyal felszerelt vitorlát, hogy ne legyen elakadás. Megint azért azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy túraversenyekre való vitorláról beszélünk, ahol mindenre van idő. Két ember tökéletesen tudja kezelni bármilyen időben, ami azt is jelenti, hogy 20 csomós szélig biztonsággal kezelhető vitorláról beszélünk. Az a szárny, ami a rés elé van szerelve, vagy varva, annak egész különös a szerepe. Itt ezen a résen átáramló levegő belemegy ebbe a szárnyba, ami úgy van szabva, hogy egyből emeli is a hajó orrát. Tehát például kapunk egy nagy pöfföt, akkor nem az történik, hogy ketyeg a hajó, meg lefúr, meg minden baj van, hanem egyrészt a résen keresztül a nagy nyomást kiegyenlíti, mint egy lengéscsillapító, és a szárnynak egy nagyon erős emelő hatása van, ami az orrát fölemeli a hajónak, és stabilan tartja. Én mindenképpen ajánlom ezt a vitorlát, mert gyakorlatilag pótol, egy spinnaker és egy genakert félretehetünk, és ez az egy vitorla, a kettőnél is többet tud, hiszen még a genakerenél is élesebben lehet vele haladni. Mégis azt mondom, hogy ha valaki úgy döntene, hogy érdekli ez a vitorla, előbb menjen el egy tesztelésre, és próbálja ki másnál, hogy ő kellően felkészült-e ahhoz, hogy biztonsággal kezelje. Mert a szakmai tudás, a vitorlás szakmai tudás ennél a vitorlásnál is elengedhetetlen. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.